Szűnni nem akaró tapssal köszöntötték a rokonok, a barátok, a szurkolók, a város lakói, az olimpiáról hazatérő sportolókat, azon az Atomerőmű Sportegyesület által szervezett rendezvényen, amelyet az ASE csarnok előtt tartottak augusztus 12-én. Gercsák Szabina Miskolcról érkezett a köszöntésre. Első olimpiájáról vegyes élményekkel tért haza. Én nagyon örülök neki, hogy én Pakson készülhettem, és örülök neki, hogy egy ilyen csodálatos közeg várt. Mert megmondom őszintén, hogy engem nem sokan vártak, mondjuk nem is volt miért, mert ugye én nem sikerült úgy szerepelnem, ahogy én szerettem volna, nem hoztam érmet, nem hoztam helyezést, de itt Pakson úgy érzem, hogy szeretnek az emberek, és ennek nagyon örülök. Pupréka az 5. helyen végzett a cselgáncsozók női 52 kg-os kategóriában. Mint mondta, jól esett az, ahogyan a repülőtéren, illetve Pakson fogadták őt. Ez az, ami segít neki abban, hogy megváltoztassa magában azt a képet, amely az olimpiai 5. helyezéséről él még benne. Ami megnyugtat, hogy amikor fenn voltam a szőnyegen, semmit nem tudtam volna máshogy csinálni, mert tényleg belepakoltam mindent a küzdelembe. Sajnos nem úgy sikerült, ahogy én azt szerettem volna, de ez tényleg ez az egyetlen egy miatt tiszta a lelkiismeretem, hogy aznap ennyi volt bennem. Hosszú évek munkája most ennyibe jött ki, de majd biztosan átalakul. Pup Noémi 2 bronzéremmel tért vissza az olimpiáról. 500 méteren női kajak négyesben és egy feszült hajrában a németekkel holt versenyben a kajak kettesek 500 méterén sikerült 3. helyet szereznie. Német lányok voltak egyébként az elsők, akik, miután előzetesen ugye azt írták, hogy negyedikek lettünk, ők voltak azok, akik odajöttek, és kvázi vigasztaltak, hogy ez nagyon jó, ez a ti bronzérmetek is, mert ez ilyen kevés sem múlhatott, hogyha eddig tartott kiírni. És ők voltak szintén az elsők, akik a nyakunkba örültek, ugrottak, hogy megoszthatjuk ezt a bronzérmet, és számomra ez az, ami egy... Hát ez nekem ez az olimpia pillanata.